Hello! Sziasztok! Köszönjük, pont azon akartam kezdeni, hogy hát egy kicsit ilyen lelket szorongató volt, hogy a Lacit így elsirattátok, és akkor hát de mindjárt jön a perf, a cosplay perf. De csak gondoljátok, valahogy megpróbáljuk meggyőzni még ott valahol el. Csak miattam, köszönöm. Jaj! Jól van, ismerlek. Én is ismerlek. Hogy a megbeszélni a Laci, hogy ő konferáljon-a. Jó, nincs rá kereslet, ez az, akkor mi maradunk? Ja, hát, ahogy látom, ma is sokan vagyunk, néha ki kell kandikálnom a függöny mögül. Nagyon nehéz így látni ebben a cosplayben. És hát cosplay performance. Így van. Várjátok. Lesz egy zsűrünk olyan változtatásokkal, hogy hát mivel többnyire magyar nyelven folynak ezek a perfek, ezért ki se találnátok, de a külföldi zsűri nem fogja végignézni, mert hát nem sokat értenek belőle. Úgyhogy van egy meglepetés beugrónk, akiket aki tegnap nem volt, szóval szerintem hívjuk is fel őt először. Köszöntsétek nagy tapsa a színpadon, Dejt! Nagyon régóta cosplayezik, rengeteg díjat nyert már perf kategóriában, craft kategóriában, külföldön is. Mostanén álltam. Igen. És hát a legismertebb cosplay, talán amiről én ismerek, azok a Hobbit cosplayeit. Hogy érzed magad így a mondókonon? Eddig mi a véleményed? Már pár évet vagyok, és sem mindig jó. Zsűriként? Hát igazából csak fél órája volt, hogy így konkrétan elkezdtem érezni, hogy akkor most tényleg fogunk zsűrizni. Szóval elég izgatott vagyok még. Igen, igazából így, amikor zsűrizik az ember, akkor nem csak a cosplay versenyzők izgulnak, hanem a zsűri is általában izgulni szokott. Hát ez így van. Jó van, köszönjük. Én köszönöm. Következő zsűri tagom, nem más, mint Dave. Dave is 2009 óta cosplayezik, az már 8 év. Nagyon durva ebbe belegondolni, én is 2009 óta cosplayezem. De Dave is nagy múltú cosplayes, nyert is a Lightning cosplayvel pont nyáron, tavasszal díjat. Az a kedvenc cosplayem tőled. Hogy érzed magad? Te tegnap is zsűriztél. Milyen nehéz volt? Most volt ez az első zsűrizésed, szóval nehéz volt lezsűrizni mindenkit, meg mennyire volt stresszes a döntés? Hát stresszesnek stresszes volt, mert ugye nagyon fura, hogy fél éve még én álltam ott, ahol most másokat én zsűrizek, de azért én is igyekeztem körbefogdosni mindenkit, meg mindenkinek felemelni a szoknyáját, és benézni alá is, meg megfogdosni akárkit, de... Na, szóval nehéz volt így döntésre is, meg viszonylag olyan sokan nem volt, ahányan jelentkeztek, de így is nehéz volt dönteni. Hát igen, ez mindig így van. Hát köszönjük szépen! És legutolsó zsűri tagok nem más, mint Rajza! Nagy tapsot neki! Rajza is majd mondtuk cosplayes, 2011-ben az Eurocosplay-en képviselte hazánkat, szóval nagy tapsot neki emiatt. És rengeteg díjat nyert craft és perf kategóriában, szóval ő egy igazi veterán. Ja, bocsánat, visszajáró zsűri, tehát neki nem az első. Akarjuk-e erre kérdezni szegényt? Igen, hát hogy érezted magad tegnap? Te is zsűriztél craftot? Mennyire volt nehéz? És mennyire várod a perfeket? Ugye legtöbbször az a baj, hogy több jelmet szeretnék díjazni, mint ahány díj van. És ez tegnap is valahogy megtörtént. Úgyhogy most is voltak olyan jelmezek, amik miatt fájt a szívem. És még a jelölésből is kicsúsztak, de remélem, hogy legközelebb majd ezek az illetők is kapnak. Perfre, hát kíváncsi vagyok egyáltalán arra is, hogy hány perfünk is lesz? 15 jelentkező? 15 jelentkező van, abból 3 jelzik. Akkor egész sok lesz ahhoz képest, amennyi szokott, úgyhogy kíváncsi leszek a felhozatalról.
találjatok!